Kedves gyülekezet, szeretett testvérek, János első leveléből, a 4. fejezet, 7. verséből fogok igét olvasni. János első levele, 4. fejezet, 7. versétől. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismer Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatot bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, az ígét, és köszönjük az ígében Jézus Krisztust. Köszönjük Krisztusban a Te soha el nem múló szeretetedet. Hálát adunk Krisztusért, szereteted örökké való és teljes, tökéletes jelenért. Kérünk, nyisd meg a szívünket, értelmünket, akaratunkat, szellemünket. Ez igenek jó hallgatói, aztán cselekvői tudjunk lenni. Hadd legyen ez mind a Te dicsőséged és örömödre, Atyánk. Az Úr Jézus nevében. Amen. Újból köszönöm, hogy itt lehetek és szolgálhatok a Jóisten igéjével. Mi a gyülekezet titka? Az egyik gyülekezetben, amikor oda kerültem, nem ismertem szinte senkit, és az autómmal volt valami baj, kérdeztem az atyafiakat, ilyenkor hova érdemes menni, és mondták, hogy van egy nagyon-nagyon rendes autószerelő, menjek oda. Elmentem, megkerestem, bemutatkoztam, mondtam, hogy én vagyok az új lelkipásztor a baptista gyülekezetben. Nagyon nagy örömmel fogadott, azóta is jó barátok vagyunk, gyakran beszélgetünk, ameddig ott értem. Azt mondja, ó, én nagyon jól ismerem a baptistákat. Nagyon jó véleményem van róla, hogy kezdtem reménykedni, hogy biztos akkor itt valami jót fog történni. Na, mondom akkor, mi a véleményed róla? Ugye a baptisták nagyon rendes emberek, azok nem isznak, nem káromkodnak, nem kártyáznak, minden vasárnap mennek az imaházba. Elgondolkoztam azon, hogy hát elég furcsa egy gyülekezet ez, ha ez a gyülekezet nem. Ez jellemző a gyülekezetre. Persze mindez valahol jellemző. De mi a gyülekezet? Mi a gyülekezetnek a titka? Mi a legjellemzőbb a gyülekezetről? Teljesen mindegy, hogy az itt jelenlevő fiatalok magyar órára vagy román órára járnak, tehát nyelvtan tanulnak. Azért mindenütt nagyon fontos az, hogy egy-egy mondatra nézve, vagy egy-egy tárgyra nézve, hogyan tudjuk megragadni, mi a legjellemzőbb. És ez egy nagyon nehéz lecke egy gyereknek, valamiről beszélni, valamit minősíteni, valamit jellemezni, és megmondani erre a dologra, egy mondatban, mi a legjellemzőbb. Hát nagyon nehéz a gyülekezetre is megtalálni azt, a gyülekezetre mi a legjellemzőbb. Biztos, hogy sok apró részjellemző van, sok apró dolgot el tudunk mondani, amelyik mindig az. De hogyha egy mondatban akarnánk összefoglalni, mi jellemző a gyülekezetre? Olvasom az ígét, nem csak a most délelőtt felolvasott ígét, hanem az egész új szövetséget, akkor azt gondolom, hogy a gyülekezetre, ha engem kérdeznétek, mi a legjellemzőbb, akkor azt mondanám, a gyülekezet egy olyan hely, ahol az emberek szeretik Istent és szeretik egymást. Nekem ez a legjellemzőbb a gyülekezet. Az összes többi, nem mondom, hogy értelmetlen, és nem mondom, hogy szükségtelen, de ez a legjellemzőbb. Ugyanis a szeretet az, ami a gyülekezetet Krisztus testévé teszi. A szeretet egy nagyon nagy titok. Szeretnék erről beszélni ma délelőtt. Azt mondja a Jóisten igéje, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. A szeretettel kapcsolatban meglehetősen nehéz dolgunk van.
Leginkább azért, mert egyébként már igen elfelejtettük a magyar irodalomból például Jókait, a romantikusokat, de kaptunk egy nagyon rossz örökséget. És a mai nyugati társadalom újból előveszi ezt, és újból szinte ránk erőlteti, ami azt mondja, hogy a szeretet érzelem. Ha valaki felé szeretetet érzek ott bent a szívembe, akkor szeretem, ha valaki felé pedig nem érzek szeretetet, akkor nem szeretem. Mi is a szeretet? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy titok, és tartok tőle, hogy nincs akkor a bölcsességem vagy képességem, ezt ma délelőtt igazán jól el tudjam mondani. Leginkább azért, mert én is keresem ennek a titkát. Amit látunk a Jóisten igéjében, a szeretettel kapcsolatban, és félre kell tennünk minden romantikus dolgot, minden érzést félre kell tennünk, Jóisten igéje két dolgot állapít meg nagyon határozottan. Az első, mert a szeretet Istentől van. Még nem tudom, mi a szeretet, de a forrását már tudom. Honnan jön a szeretet? A szeretet nem belőlem fakad, nem az én emberi képességeimből, nem az én emberi tudásomból, nem is az én emberi akaratomból, és bocsánat, fiatalok ezt jobban értik, nem is a hormonaimból. A szeretet Istentől jön. És igazán szeretni csak azt tud, aki ismeri Istent. A szeretet az újjászületett embernek a legdrágább tulajdonsága, a legerősebb jellemzője. Mert a szeretet Istentől jön. A másik, amit az olvasott igen mond, az egy nagyon különös kijelentés. Honnan tudjuk, hogy Isten szeret minket? Abban nyilvánul meg az Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el az Isten a világba. Honnan tudjuk, hogy Isten szeret minket? Bocsánat, szószékről, és egy baptista gyülekezetben nagyon nem illik ironikusan beszélni Istenről. Bocsánatot kérek, és mégis megteszem. Mi Isten szeretete? És képzeljük el, ott ül a mennyei trónuson, ott ülnek az angyalok körülötte, és akkor Isten azt mondja, ó, majd szétveti a szívemet a szeretet. És akkor az angyalok meghajolnak, és azt mondják, tényleg Isten mennyire szeret? Mi sokszor így szeretünk. Ülünk az imaházpadba, elér minket egy ilyen különös érzelemhullám, azt mondjuk, ó, nagyon mélyen szeretem az Urat, nagyon szeretem a testvéreimet, a családomat. Miben nyilvánult meg Isten szeretete? Az előbb olvasott ige azt mondja, abban nyilvánult meg Isten szeretete, hogy az ő egyszülött fiát adta. Mi a szeretet? A szeretet biztos tartalmaz érzelmeket. Pozitív, mély érzelmeket. Jól eső érzelmeket. Mert jól esik szeretni. De a szeretetnek, ha százalékban nézzük, jóval nagyobb része egy tudatos döntés. Egy tudatos döntés. Akkor értettem meg, mi a szeretet, amikor láttam egy fényképet. Az interneten találtam, el is mentettem magamnak, nagyon gyakran előveszem igen hirdetésbe illusztrációnak. Talán 5 vagy 6 évvel ezelőtt történt Németországban, hogy valaki felgyújtott egy 4 emeletes épületet, ahol török vendégmunkások laktak. És a fényképen viszonylag távolról készült, látszik, ahogy lent a földön a tűzoltóautók sorakoznak és dolgoznak, látszik a lángoló épület, alulról fölfele ment a láng, és fönt a 4. emeleten látszik egy török édesapa, hogy fogja a kisgyermekét, néhány hónapos kisgyermekét, és dobja ki az ablakon, és látszik, hogy a gyerek ott van a levegőbe, esik lefele, és látszik az édesapának a mozdulatot, hogy kihajítja. Mi a szeretet? És akkor nézem ezt a képet, igyekeztem jól leírni, el tudja talán mindenki képzelni. Mi a szeretet? Ez a néhány hónapos csecsemő valószínű tudatosan nem érte ezt a gondolatot át, de hogyha mondjuk lett volna 3 éves, akkor felsikolt és azt mondja, ez a szeretet, hogy édesapám kilob az ablakon? Hát nem az a szeretet, ha magához ölel. Nem az a szeretet, ha kilob az ablakon. És aztán olvasva tovább a történetet, az a kisgyermek megmenekült, de a szülei közül meghaltak. Miért menekült meg? Mert az édesapa hozott egy nagyon nehéz döntést. Azt mondta, mi a szeretet?
A szeretet az, hogy a tőlem telhető legjobbat adom a másiknak. Mi volt a tőle telhető legjobb? Az, hogy magához öleli? Az, hogy édesgeti? Az, hogy puszilgatja? Nem. Tudta, hogy lent vannak a tűzoltók, lent van az a gumiháló, amiben ugye az ilyen kiugró embereket fel tudják fogni, és tudta, hogy ha ő kidobja a gyermekét, ott lent el fogják kapni. És az az édesapa, ezt a mondatot nagyon kérek mindenkit jegyezni meg. Az édesapa szerette a gyermekét. Miért szerette? Mert abban a helyzetben a tőle telhető legjobbat adta. Ennél jobbat nem tudott tenni. Mi a szeretet? Adni a tőlem telhető legjobbat. Néha ez furcsa dolgokat hoz magával. Néha ez fájó dolgokat hoz magával. Néha értetlen dolgokat hoz magával. Hiszen ki az, aki közülünk megérti Isten szeretetét, és megérti azt, hogy Isten a tőle telhető legjobbat adta, miközben ez a legjobb neki nagyon fájt. Miközben ez a legjobb neki nagyon nagy áldozatot jelentett. Miközben talán, és most megint teológiailag nem korrektül fogalmazok, miközben talán legszívesebben nem is tette volna. Hiszen ki az, aki szívesen adja az egyszülött fiát? És mégis Isten hozott egy döntést, és azt mondta. A szeretet egy nagyon mély érzelem, de a szeretet sokkal több ennél. Szeretet azt jelenti, hogy a tőlem telhető legjobbat teszem. Még akkor is, ha az nekem fáj, még akkor is, ha az nekem sokba kerül. És ahogy nézzük a Jóisten igét, akkor ezt így tudnám fordítani, szeretteim, szeressük egymást. Azaz legyen bennünk egy mély, szeretetteljes érzelem a másik iránt, és akkor legyen ez a szeretetünknek, nem tudom, 20-30%-a, és a maradékban pedig hozzunk döntést, hogy egy helyzetben azt teszem, ami a másiknak a legjobb. Akkor is, ha az nekem fáj. Tudjátok, jó ilyen családban élni. Ahol tudom, így szeretne a feleségemet, és ahogy a feleségem tud így szeretni engem. Ahol nem csak nagy érzelmek vannak, nagy tűzi játék van, azt tudom mondani, hogy szeretlek téged, és minden helyzetben igyekszem azt tenni, ami neked a legjobb. És ez fordítva is. Ebből azt értem meg, hogy a szeretet döntés kérdése. A szeretet akarat kérdése. A szeretet szándék kérdése. Miért tudunk jól szeretni? Ha tudunk jól szeretni? Azért, mert a szeretet Istentől van. És a szeretet Istene elég bölcs ahhoz, hogy elvezessen minket jó döntésekre, jó szándékokra, jó válaszokra. Hogy tudjam keresni mindazok javát, akiket Isten mellénk adok. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Szeretném egy kicsit tágítani ezt a képet. Tegnap is foglalkoztunk ezzel, hadd legyünk elég bátrak, csak foglalkozunk ma is ezzel. Nem olyan rég olvastam egy tanulmányt, ami nagyon pontosan, nagyon szavatosan azzal foglalkozott, mik a különböző egyházak ige hirdetéseinek a jellemzői. És sok oldalon keresztül le volt írva, mi egy ortodox ige hirdetésnek a jellemzője, mi egy katolikus ige hirdetés jellemzője, mi egy református, evangélikus, pünkösdi, és mi egy baptista ige hirdetésnek a jellemzője. Azt gondolom, nem árulok el titkot, egy baptista igehirdetésnek a jellemzője, most csak kettőt mondok, nagyon erősen Krisztus központú, másik pedig, amit egyébként itt az ima orán is rögtön észrevettünk, micsoda, nagyon személyes. Nem általánosságokban fogalmaz, hanem most, hogy a forma tegező vagy nem tegező, ez majdnem mindegy, de azt mondja, te és Krisztus. Az ige, te és Isten. A baptista ige hirdetésnek ez nagyon erős jellemzője. Nagyon erősen személyes. A jelenlevőket megszólítja, a jelenlevőket elgondolkoztatja, a jelenlevőket bűnbánatra készteti, imádkozásra hívja, odaszentelésre hívja, és. És
És akkor a tanulmány ezzel nem foglalkozott, de hogyha néznénk, a baptista imádkozásnak a jellemzője. Jellemzője nagyon sokszor az, hogy Isten és én. És hogyha emlékeztek akár a saját imádságotokra, én is így imádkoztam, köszönöm Istenem, hogy munkálkodsz az én életemben, és a baptista igei hirdetés ugye jellemzője a személyesség, hogyan válaszoltunk, én is szeretnék munkálkodni. Jó van ez így? Egyrészt azt kell mondanom, nagyon jól, ez egy nagyon-nagyon áldott örökség. Mégis, ahogy imaórán itt ültem, és ugye egyáltalán foglalkozok ezzel az igével, azt kell mondanom, Isten, ez a szeretet azért elég szűkebbű szeretet. Mert valójában nincsen másról szó, mint hogy mi ketten a Jóistennel jól elrendezzük a dolgainkat. Istenem, te meg én, mi ketten, ugye mi nagyon szeretjük egymást, én szívesen szolgálnak, ugye mi ketten rendben vagyunk, és akkor minden rendben van. És olyan nehéz kinyitni az életünket és azt mondani, a szeretet, ebben a szeretetben belefér a családom. Uram, munkálkodj ne csak az én életemben, hanem a családom életében, munkálkodj a gyermekeim életében. Miközben nagyon személyes egy baptista igehirdetése és egy baptista imádság, ami válaszol az imaórára igehirdetése, közben azt érzem gyakran, hogy egy kicsit szűkendő. Én és Isten. És milyen nehéz kinyitni és azt mondani, hát a szeretet. Vajon az a szeretet, hogy én és Isten? Azt mondom, hogy János szó szerint azt mondja, szeretteim, szeressük egymást. És akkor azt mondani, hogy a baptista igehirdetésnek jellemzője, mondjuk mostantól fogva, a személyesség, és hogy megjelenik egy egyszerű kis szó, mi. Mi. Gondolom a délelőtti imaközösség azt mondja, hogy Istenem, munkálkodjál a családunkban. Már is egy picit kinyitottuk. Miért? Mert a családomnak is a legjobbat szeretném, nem? És nem az a legjobb, ha Isten jelen van a családomban. Akkor azt mondja, Istenem, munkálkodj a gyülekezetemben, itt közöttünk. Nem tudom, mikor hangzott el ilyen mondat. Legtöbb gyülekezetben ritkán hangzik el. Istenem, munkálkodjál Margitán. Hiszen mi szeretjük ezt a várost, ez az otthonunk. Itt dolgozunk, itt élnek barátaink, ismerőseink, meg nem tért rokonaink. Itt él nem tudom hány ezer ember. Uram, mi? Mi, akik itt élünk ebben a régióban? Munkálkodj közöttünk is. Megnyitjuk a szívünket, megnyitjuk a szánkat, megnyitjuk az imaházainkat. Urunk, mi szeretjük ezeket az embereket. És a legjobbat akarjuk nekik. Sokszor a szeretet, vagy a szeretet címszó alatt nagyon beszűkülünk. És hadd mondjam még egyszer, a baptista igehirdetés, vagy a baptista gyülekezeti tagnak az erőssége, az, hogy én és Isten. De néha az erősség gyengességgé válik, mert beszűkül. Túlzóan beszűkül. És János azt mondja, testvéreim, a hívőnek az igazi jellemzője, hogy szeret. Szereti a másikat. És ez a szeretet egy kicsit kinyitja a szívét, kinyitja a szolgálatát, kinyitja az imádságát. És amikor imádkozik, abban mindig beleférnek mások. Egyre többen és egyre többen. Mert a szeretetnek ez a jellemzője. A szeretetnek mindig van jele. Ha a szeretet csak érzelem, akkor az előbb-utóbb megfoghatatlanná válik. Szeretteim, szeressük egymást, mondja Isten igéje. Tegnap beszéltem, amikor balatonszemesen elkezdtünk építkezni az új imaházba. Mondtam, hogy milyen volt a sok ablak, meg amikor húzogattuk be a redvényöket. Amikor magát az épületet belülről terveztük és gondolkoztunk, akkor azt mondtuk, Istenünk, szeretnénk egy olyan épületet, amely már önmagában, ha valaki bejön, kifejezi és megmutatja a te szeretetedet. Szeretnénk egy olyan imaház belsőt kialakítani, amelyik szavak nélkül is tud prédikálni.
otthonosságban, szépségben, tisztaságban, egyszerűségben, barátságosságban. És amikor jönnek be nem hívők, vagy olyan hívők, akik messziről jönnek, újból és újból azt mondják, beléptünk ide, és otthon éreztük magunkat. Azt mondja Isten ígéje, a szeretet azt jelenti, hogy valamit teszek. Szeretet azt jelenti, hogy kimutatom a szeretetemet. És mi sokszor ebben nagyon gyengék vagyunk. Szemesen úgy döntöttünk, hogy nem padokat veszünk. Bizony az idősek egy pillanatra fölkapták a fejüket, hiszen a templom az pad, és a kettőt nagyon erősen összekötötték. A templomban pad van, a kultúrban van szék, de hát ezeket a harcokat meg kellett harcolnunk, szépen körbe raktuk félkörbe a székeket, középen van a szószék, és akkor körbeülünk, akkor mindenki lát mindenkit. Tudunk egymásnak köszönni, tudunk egymásra mosolyogni. És nekem nagyon különös és nagyon szép, amikor oda bementünk, akkor láttam azt, hogy családok ülnek egymás mellett, édesapa, édesanyja, közöttük a gyerekek egyik körében, másik körében. És körülnéztünk és azt mondtuk, ez a mi nagy családunk. Hazaérkeztünk, otthon vagyunk. Ebben már mutattuk a szeretetet. Ahol a feleségemmel ültünk, előttünk talán egy 73 éves bácsi a feleségével. Tudjátok, ez egy nagyon különös dolog, és nem azt mondom, hogy így kell tenni. Olyan különös dolog volt látni őket, hogy megy az ige hirdetés, mi a bácsi megfogta a felesége kezét, szorította. Tudták, hogy ez most nekünk szól. Vagy éppen a testvérnő fogta a férje kezét, mi a csak erősítve. Figyelj, kapaszkodunk, mert most Isten beszél velünk. Hogy felálltak énekelni, egy-egy jó éneknél megszorították egymás kezét, mi is ugyanezt tettük a feleségünkkel, hogy automatikusan nem is kellett odanézni, csak találtuk meg egymás kezét. De ez azt jelentett, hogy szeretjük a másikat. Összekapaszkodunk a másikkal, közünk van egymáshoz. És ezt azért mondtam el, mert a szeretet nem létezik. Egyszerűen nem létezik cselekedetek nélkül, apró jelek nélkül. Anélkül, hogy kimutatnám, megmutatnám, odaadnám, tennék valamit. Miért? Mert amikor Isten szerette a világot, akkor nem cipős dobozt küldött az égtől. Pedig karácsonykor hány gyerek közül egy jó kis cipős dobozni ajándéknak. Akkor Isten azt mondta, hogy szeretem az embert, akkor nem eurót vagy dollárt küldött az égtől. Még csak nem is eső, pedig milyen nagy áldás egy jó eső, egy szép napsütés. Elküldte a fiát. Szeretett cselekedetek nélkül üres és halott. Mert Isten is szeretett. Ezért újból és újból végig kell gondolnom, hogyan tudok szeretni, és hogyan akarok szeretni. A Bibliában nincsen benne, hogy legenda vagy egyház történet, ezt egész pontosan nem tudjuk megmondani, de úgy sejtjük, hogy János volt az utolsó apostol a 12 közül, aki késő öregkorban meghalt. És a korai egyház történészek feljegyezték, hogy János idős korában egyre kevesebbet beszélt. És amikor megszólalt, tudjátok, mit mondott? Az öreg János, bocsánat, a habókos János, tehát egy öreg ember, ugye könnyen mondják azt, ha keveset kommunikál, stb. Szóval azt mondták, az öreg János, amikor megszólalt, mindig csak ennyit mondott. Gyermekeim, szeressétek egymást. Aztán eltelt egy pár nap, János megint csak annyit mondott, gyermekeim, szeressétek egymást. Ugye ez miért volt, nem tudjuk megmondani. És hogy mennyire hű a történelem ehhez, vagy mennyire hűséges a történelemnek ez a kiladása, nem tudjuk. De lehet, hogy János úgy gondolkozott, én már mindent elmondtam. Mindent továbbadtam. Ha van valami, ami fontos, ez az egy. Ez az én testamentumom, ez az én hagyatékom, ez az én üzenetem. Gyermekeim, szeressétek egymást. És ez úgy néz ki, hogy egy férj és egy feleség, akár most ma délelőtt, végig gondolja. Van egy érzelem, és van egy gyakorlat. És végig gondolhatod, kedves testvér, hogy
te ma miben akarod kimutatni a feleséged felé, vagy a férjed felé a szeretetedet? Mert Isten, amikor szeretett, valamit adott. És az a dolog néha fájdalmas. Nincs szeretet áldozat nélkül. Nincs szeretet gyakorlat nélkül. Az igazi szeretet mindig valamire kerül. Azt mondja János, abban nyilvánul meg az Isten hozzánk való szeretete, hogy egy szülött fiát küldte el, Isten a világban. A szeretetet nem mindig értjük, és nem mindig könnyű gyakorolni. Elmondok befejezésre egy történetet, ami a családunkban történt meg. Engem nagyon-nagyon elgondolkoztatott, egy picit a gyereknevelésünkben is segített, az egymással való kapcsolatunkban is segített. 39-ben történt, tehát igen, még nagynénémmel akkor még kisgyermek volt, a falusi tűzhelyről magára rántott egy fazék forró vizet. Nagyon súlyosan megégett, és 39 világháború, szegénység. Az orvos nagyon sokat nem tudott tenni. Azt mondta nagyapámnak, akit akkor hazengedtek a frontról hallva ezt a tragikus hírt, ugye arra készült a család meg az orvos, hogy ez a kisgyermek meg fog halni. Azt mondta, hogy nagyon sokat nem tudok tenni. De készítek egy folyadékot, amiben alkohol van, gyulladáscsökkentés, nem tudom micsoda. Minden nap egyszer mossa végig ennek a kisgyermeknek a testét. Nagyapám szerint, nagynéném üvöltött a fájdalomtól. Ha abban a pillanatban Ica nénémet bárki megkérdezi, te szerettéged a te édesapád, mit mondott volna? Az, hogy gyűlöl. Hogyan lehet, hogy ezzel a rettenetes dologgal piszkál, ahelyett, hogy cukorkát adna nekem, ahelyett, hogy mosolyogna rám, ahelyett, hogy beszélgetne, vagy az térdén ringatna, ahelyett ilyen borzalmat ad. Nagyapám azt mondta, hogy sírva, de heteken keresztül takarítgatták azokat a fájó sebeket. És a nagynéném életben maradt. És most már való 80 körül tart, már magam sem tudom érteni. Mi a szeretet? Mi a szeretet? Ja, azzal kezdtem a szeretet, a tőlem telhető legjobbat adja. Mi volt ott a legjobb? A szeretet mi a fájdalmat jelent? Soha nem durvaságot. Soha nem közömbösséget. Csak ezt. Tudom, hogy ez a jó. Neked is fáj, nekem is fáj, de ezen most végig kell mennünk. Néha ilyen egy bűnvallás, ilyen egy bocsánatkérés, ilyen az Úrnak a lerendezése, ilyen a szembenézés, ilyen az őszinte bocsánatkérés. Fáj, de nem megyünk el mellette, mert szeretlek. Szeretném ezt veled megbeszélni, szeretném ezt veled rendezni, szeretnék ebből gyógyulni, szeretnék ebben segíteni, legyél a társam. Fájdalmas, de most ez a legjobb. A szeretet mindig a legjobbat adja. A legjobb nem mindig a legkellemesebb. A legjobb nem mindig a legkönnyebb. Nem egyszerű kidobni egy kis csecsemőt az ablakon, de akkor az a legjobb. Nem könnyű egy kisgyermek testét minden nap végigmosni valami borzalmas folyadékkal, de akkor az a legjobb. Istennek nem volt könnyű elküldeni az egyszülött fiát, de abban az volt a legjobb. Mi a fájdalom és áldozat és szeretet együtt jár. De a szeretetnek nem a fájdalom a célja, hanem az azt követő gyógyulás. Egy meggyógyult gyermek, egy megmenekült gyermek, egy megmenekült házasság, egy megmenekült család, egy megmenekült gyülekezet, és aztán gondoljuk megint Margitára, egy megmenekült város. Mert amikor kinyitjuk a szívünket, akkor többről szól az élet. Gyakran csak így van, én és Isten. És mi lenne, ha a baptista igehirdetés és a baptista imádság ezentúl ilyen lenne, én és Isten, és utána rögtön azt mondanánk, hogy mi és Isten. Miket Isten mellém adott? Az én szeretteim, az én barátaim, az én nem hívő munkatársaim, az én nem hívő szomszédaim.
Szeretném, szeressük egymást. Adjuk a legjobbat. És a világnak a legjobbat mi tudjuk adni, higgyétek el. Mert ránk bízta Isten a békéltetési időt. János ezzel fejezem be, ezt mondja, hiszen Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött fiát küldte Isten, hogy éljünk által. A legdrágább üzenet van ránk bízva. Testvérek, ezt senki nem tudja továbbadni. Csak ti, csak mi. És a szeretet ez. Továbbadom az életet. Ez a legdrágább nincs. Segítsen minket ebben a mindenható. Töltsön be igazi szeretettel, az igenek az értésével, gyakorlásával, hogy felszabaduljunk ennek az örömére. Amen. Amen.